túl vagyok a műtéten, és még egy kicsit fátyolosan látok. Első tapasztalatok. Mi volt a műtéten? Na figyeljétek. Hát először is én nagyon sokat, tehát hogy eléggé elképzeltem, hogy majd mire fogok az alatt a pár perc alatt gondolni, Kubában leszek a tengerparton, épp a fehér hóban. Na hát ehhez képest igazából rájöttem, hogy ezek a lézerfények, amivel nézni kell, annyira elszórakoztatnak, hogy meg kicsit olyan volt, mint az űrben lennék, úgyhogy konkrétan azt képzeltem végül, hogy egy űrhajóban ülök, és egy csillagok az univerzumban utazom. Maga a műtő egyébként egy picit hűvös volt, hallottam a gépeknek az aját, erre mondjuk nem számítottam, de hallottam a gépeknek egy picit az aját, de az emberek, ugye a doktornő ugye annyira közel van hozzá, de majdnem fogja a kezed, hallott a hangját, mondja az utasításokat, fogja így a fejet. Szóval hogy ezek a fajta emberi interakciók annyira megnyugtatnak, és megnyugtattak, meg a doktornőnek a kedves hangja, hogy közben megdicsért, ugye. És nekem még igazából volt a műtétnek az első 15 másodperce, ez egy picit kellemetlenebb volt. Nem tudom amúgy mihez hasonlítani érzés, de kibírható, mivel 15 másodpercig tart. És akkor utána jön ugye maga a lézeres műtét szemenként. Na az aztán ott már semmit nem éreztem. Ott volt igazából ez az űrutazás, amit az előbb voltam. Úgyhogy ott így igazából annyira hamar lement az idő, ami alatt az egész megtörtént, hogy így egyszer csak azt jöttem észre, hogy jó, ugyes volt, téma felülhet. És úgyhogy letisztították utána a szememet, így ilyen betadinos fertőtlenítést kaptam két oldalon. Megehettem egy kis jutalom műzli szeletet, és most pedig pihenek, várok. Nem sokára csöpögtetnem majd, kell majd. Ugye az első 15 perc után kell, és aztán óránként. Most egy kicsit pihentetem a szemem, aztán elindulok haza. Nem egyedül, jött egy barátnőm velem, aki segít hazamenni. Úgyhogy, Úristen, de jó dulleli rajta. Mert nagyon várom, hogy minden szuper tiszta legyen.